Kávé különlegessége Kossuth Kifli és hamisítatlan kávéházi hangulat uralkodott a művelődési házban. Hogy az asztaloknál a közélet dolgai vagy egészen más volt-e a beszédtéma, nem tudható. De tény, hogy sokan jöttek találkozni, beszélgetni, ünnepelni. Ilyenkor melengeti meg ez a fajta öröm a szívünket, hogy érdemes ilyet is indukálni, ilyet is tervezni és szervezni. Mert hogy eljönnek az emberek, itt vannak a Pilvax kávéházban, olvasgatnak és egymással beszélgetnek. Azt gondolom fontos, hogy találkozzanak egymással az emberek, és ne csak a világhálón, a közösségi portálokon. A hagyománya van már a Pilvax kávéháznak Bátaszéken, hogy az ünnepi műsort megelőzően leültetjük az embereket, vagy invitáljuk egy kávéra, kapucsinóra, illetve Kossuth Kiflire, de azt gondolom, hogy mindenféleképpen szükség. És ezért is szeretnénk több hasonló jellegű dolgot, rendezvényt csinálni, illetve találkozást. Akár a városban működő civil egyesületek találkozását szeretnénk egy kicsikét összehozni és elősegíteni, akár az egyesületekét, a néptánccsoportokét, de a különböző generációkét is. Az ünnepi műsort ezúttal az általános iskola 6. C osztályosai készítették. A program központi eleme a szabadság gondolata volt. Katonaként és nemzetőrként sokan támogatták a szabadságharc ügyét, a bátaszéki nemzetőrzászlóalj 300-addal közel 600 fővel vett részt a harcokban, magyarok és németek vegyesen. A műsort követően az ünneplők a Hősök emlékművéhez vonultak, ahol a szónok Bozsolik Robert polgármester ünnepi beszédében kiemelte a sajtószabadságának fontosságát. Úgy gondolom, hogy korosztálytól függetlenül valamennyien emlékszünk a régi iskolai beszédekre, a történelemkönyvek mondataira, a szavalatok hangjaira, melyek hol büszkeséggel is harsányan ecsetelték 1848. március 15-ének, a magyar történelem talán legbátrabb napjainak eseményeit és a dicsőséges hadjáratok sikereit, hol pedig megtörtént és melankolikusan adták tudtunkra az elbukott ütközetek leírásait, a szabadságharc bukásának pillanatait. Történelmünk eme dicsőséges 18 hónapjának és az azt követő megtorlás időszakának eseményeit mindannyian ismerjük és nem feledjük soha. De keveset beszélünk a forradalmat megelőző időszakról, hiszen a 48-as események nem voltak elézmény nélküliek. Azt elő kellett készíteni, meg kellett alapozni, megfelelő közeget kellett teremteni hozzá. Ma már tudjuk, hogy a semmiből nem születnek forradalmak. Különösen nem olyan dicső forradalom, mint a miénk 1848-ban. És azt is tudjuk, hogy a történelemben akkor lehet nagyot alkotni, ha a vezetők és követőik megértik, megérzik az idő szavát. Akkor és ott azt teszik, amit tenni kell, amit tenni lehet, és amit tenni érdemes. Bozsolik Róbert kiemelte az 1820 és 40 közötti korszak a nemzeti újjáéledés alkotó korszaka volt. 1848-szól azt mondta, emberfeletti összefogással és közös erővel tudtunk diadalt aratni, melyet egyetlen európai nemzet sem tudott a forradalmi hullám során. Kiemelte, 171 éve egy mintát kaptunk a kezünkben arra, hogy független és szabad Magyarországot teremtsünk a következő generációk és magunk érdekében. 1848 üzenetét így foglalta össze. 48 eseményének nagy emberei, nagy alakjai abban az időszakban tudták, hogy mit kell tenni, és valós, kézenfogható harcot vívtak, és olyan eredményeket próbáltak elérni egy szabad társadalom, egy nagy magyar társadalom érdekében, amelyet most már a történelemkönyvből tudunk, hogy mit is jelentett. Ma embere számára 48 sok mindent üzenhet, de én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy
nem áll ellenségek elleni harcra kell fölhívni a magyarokat, hanem a valós problémákkal kell foglalkozni, mert ennek a kornak is megvan a maga törekvése, megvan a maga feladata is, ha ezt elszalasszuk, akkor nem csak a mi nemzedékünk jövőjét szalasztjuk el, hanem az utánunk következőkét is. Az ünnepség végén a Bátaszéken működő társadalmi, oktatási és civil szervezetek kosszodóival tisztelektek 48 eszméje és hősei előtt.